Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi üzenet a Bibliából. Mielőtt kinyitanám a Bibliát, mutatom a képeket. Ez úgy működik, ha megvan a belső nyugalmam, és becsukom a szememet, megjelenik előttem egy kép. Számomra ez egy üzenet, talán a számodra is. A mai napon két képet láttam. Az elsőn volt egy ágy, és ebben az ágyban egy nagy kereszt, és ez a kereszt ragyogott, mint egy gyémánt. A második képen a felhő volt látható, és egy nyíl, ami a felhő felé mutatott. Szintén ragyogott, ugyanúgy, mint a kereszt. Én ezt úgy értelmeztem, hogy a kereszt az jelenti a hitünket, vagy a sors utunkat, amikor a sors utak kereszteződnek. Jelenthet döntéseket is, amikor elérkezünk az élet útunkhoz, ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozunk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Persze utalhat egy spirituális területre is, vagy vallási témákra. Itt a hitünkről van szó. Mivel ez a kereszt olyan volt, mint egy gyémánt, és ragyogott, itt értékekről van szó. És az, hogy az ágyban volt ez a kereszt, ez számomra a nyugalmat jelenti, hogy meditáljunk afelett, hogy mi vagy ki értékes számunkra, és legyen meg a hitünk. A második képen a nyíl az ég fele mutatott, tehát itt lesz egy irány, lesz egy kiút. És én úgy gondolom, ha meditálunk az értékek felett, és megvan a hitünk, el tudjuk engedni, és megvan a bizalom, akkor ez a vágy, ez az álom, ez beteljesül. Hogy látod, hogy értelmezed te a képeket, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És ha kérsz tőlem egy ilyen személyes üzenetet, nyugodtan megteheted e-mailen keresztül. Az e-mail címem alul van a videó alatt. És az energiai egyensúly az 4000 forint. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok, hogy milyen üzenet jön. Itt kapok szavakat, mondatokat, de egy időben gondolatokat is. És ez a forrás, amit közvetítek számotokra. Te arany vagy, értékeld magadat és az életedet, hiszen ez egy ajándék számodra. Itt hozzáfűzném azt, hogy az arany a nappal áll összefüggésben, és a nap az szimbolizálja a te énedet. Itt te állsz a középpontban, értékeld magadat. Értékeld az életedet, hiszen, mint ahogy az üzenet mondta, ez egy ajándék. Ne engedd meg, hogy mások megalázzanak téged.
Ha valaki megpróbál parancsolgatni téged, nem kell odafigyelni erre. Őrizd meg a belső nyugalmadat. Te uralkodsz az élet útad felett. Légy bölcs, legyen egy elképzelés, és minden úgy alakul, ahogy te akarod, ha hiszel ebben. Erősítsd a hitedet. Hamarosan kapsz egy dokumentumot, vagy egy szerződést, ezt nyugodtan aláírhatod. Valaki közölni fog veled valamit, és ez tényleg így van. Nálad van most egy kérdés, ez lehet egy döntés is, a válasz erre a kérdésre igen. És ez volt az üzenet a Bibliából, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.